Szigorították Ázsiában a közegészségügyi óvintézkedéseket, hogy megelőzzék a nemrégiben felfedezett koronavírus terjedését. A lázzal, izomfájdalommal kezdődő betegséget a repülőtereken és vasútállomásokon az utasok hőmérsékletének mérésével igyekeznek kiszűrni. A lázas utasokat karanténba helyezik. A vírus már megjelent Japánban, Dél-Koreában, Tájföldön, valamint Ausztráliában és legutóbb már az Egyesült Államokban is. A tüdőgyulladást okozó fertőzést először december végén figyelték meg. Az első betegek mind jártak a közép-kínai Wuhan városában. 3 hét alatt 440 embert diagnosztizáltak a vírussal, közülük 9-en már elhunytak.